Akkor ér valamit a Ferencvárosi bravúros döntetlen, ha most nyerni tudunk a gyűr ellen. Ezt mondta a Loki megbízott edzője, készülve csapatával a szombati hazai mérkőzésre. Dombi Tibor szerint az a legfontosabb, hogy mindenki hozza a legjobb formáját, és érvényesítsék akaratukat a Nagy Erdői stadionban. Több fordulós vereségi sorozatot sikerült megtörni a Lokinak Budapesten múlt szombaton. A jelenleg a tabella élén álló bajnokkal a Fradival játszottak kettő-kettes döntetlen. A csapat megbízott vezetőedzője Dombi Tibor szerint a Ferencváros elleni mérkőzés összönszűen hat a játékosokra, de még sok munka áll előttük. Ez egy kicsit könnyebb, mint a múlt heti, mert azért a múlt héten egy kupa kiesés után készültünk, most azért egy értékes pontot szereztünk a bajnok otthonába, úgyhogy teljesen más lelkállapotban vagyunk, de hát nyilván nem szabad hátradőlni, mert akkor él, valamit ez a Ferencvárosi bravul, hogyha most tudunk nyerni a Győrrel. A klub által megbízott vezetőedző eddig a Mezőkövesd és a Ferencváros elleni mérkőzésekre készítette fel a játékosokat. A Győr ellen továbbra sem tervez jelentős változtatásokat a kezdő csapatban. Az ETÓval szemben az a cél, hogy többet birtokolják a labdát és érvényesíteni tudják a karatukat a játékban. Dombi Tibor kiemelte, az NB1-ben egy csapatot sem lehet alábecsülni, így a győrt sem bárki, től ki lehet kapni, bárkit meg tudsz venni, úgyhogy e, itt majd az adott 90 percen múlik minden, minden, hogy ki hogy teszi oda magát, e, hogy, hogy állunk majd a szerencsével, de a legfontosabb az, hogy, a, hogy mindenki száz legyen ott, és ott folytassuk, ahol a Ferencvárosnál abba hagytuk. Szombaton tehát megújult erővel fogadja a Loki a gyűrieket a Nagy Erdői stadionban. Dombi Tibor azt is hozzátette, hogy hazai közönség előtt mindig jobb játszani, de nyomást is helyez a játékosokra. Mindenképpen jól szeretnének teljesíteni.